A magyar paraszti kultúrában fontos szerepük volt a természeti jelenségeknek, az égi testeknek. Úgy tartották, hogy segítik a térbeli és az időbeli tájékozódást, előrejelzik az időjárást, de a több évezredes elképzelés szerint az emberi sors alakulására is hatással vannak. Szombaton a Besenyei Ferenc Művelődési Központ szervezésében, a Kopáncsi Tanya Múzeumban csillagászati előadással várták a Perszeidák meteorraja, azaz a hulló csillagok érkezését. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy különböző kiterjedésű, néhány száz vagy néhány ezer kilométeres egy ilyen felhő, ami ilyen apró porból áll, a csillagporból áll, ami lehet egy szétmorzsolódott üstökös, vagy pedig kisbolygó ütközésekből származó ilyen törmelék. Ez miután egyszerre keletkezett, együtt van és jön, és keresztezi a Föld pályáját. És innen a Földről nézve, ahol látszólag melyik csillagkép irányából lép be a Föld légkörébe, arról a csillagképről nevezik el mindig. Ezért most ezt Perszeidák meteorrajnak nevezik. A legenda szerint a keresztény üldözés idején mártír halált halt Szent Lőrinc vértanú könnyei jelennek meg évről évre az augusztusi égbolton. Szent Lőrinc könnyének nevezik a hulló csillagokat, de hát ugye általában mai értelmezésében és mai fordításban mindig egy-egy jó kívánságot próbálnak megfogalmazni az emberek, amikor egy-egy hulló csillagot látnak, és azt remélik, hogyha abban az adott pillanatban, ahol ezt a kis csillagot észlelik, a vágyaikat, érzéseiket megfogalmazzák, akkor az meg is fog valósulni. A csillag lesz során gyermekprogramokkal, színi előadással, néptáncos produkcióval és népzenei programmal is várták a látogatókat.